Sziasztok, Norbi vagyok, Írországban kamionozom. Rengeteg videót láttam az interneten, a YouTube-on, Németországról, Luxemburgról, Angliáról, meg egyéb országokról, de az írekről nem láttam, mivel hogy én kint élek, jobbkormányos kamiont vezetek, így úgy gondoltam, hogy akkor megmutatom nektek Írországot, annak szépségét, hát már abban nem sok van, de megmutatom, hogy élnek az írek. Nagyon sok kérdést láttam, találtam az videók a kommentjében, hogy mit kell csinálni Angliában, meg hogyan kell csinálni a parkolást, hogy kell menni. Hát megmutatok minden csinyát, binyát. Hát erre foglak titeket elvinni, ez egy hosszú videót próbálok ebből csinálni, aztán majd meglátjuk, mi lesz belőle. Na, tartsatok velem! Megérkeztem a kamionba, most jelen pillanat itt Írországban egy órával előrébb vannak, mint mi vagyunk otthon. Úgyhogy most itt hajnali 1:45 van, ez egy elég hosszúra sikerült utazás volt. 5 órakor szálltunk föl, 7:30-kor szálltunk le, és hát nem egy órát vártam a buszra, mert hát ami ki van írva, az természetesen nem jó. Úgyhogy vannak itt ilyen emberek, akik ott állnak és más nem csinálnak, csak nézelődnek és azt várják, hogy ha valakinek segítség kell, akkor mondjuk segítenek. Na hát ezt az embert megtaláltam, kérdeztem tőle, hogy mégis hogyan tudnék én eljutni ide Kesselbernből. Hát fogalmas se volt róla, de most komolyan. Tehát azért van ott, hogy segítsen. Ha valaki nem tud valamit, hova menjen, melyik busz, hova megy, mikor indul, nem tudta. Na mindegy, úgyhogy egy hölgy segített nekem a repülőn, a repülővel együtt jöttünk, egymás mellett ültünk, hát én 2 euróért vettem meg a helyjegyet,
már úgymond, hogy a széked, hogy leghátra a sarokba ülhessek az ablak mellé, mert szerintem az a legjobb a gépben, az a legjobb, szerintem. De hát a kis hölgy az be is ült oda, és akkor mondom neki, hogy hát nem jó. Nem jó a jegy. És akkor mondja, hogy de jó, mert az ablaknál szeretne ülni. Mondom, az rendben van, csak nekem az F a jegyem, és az szól az ablakhoz. Hát nézett rám, és akkor mondja, sorry. És akkor ebben le is ott intézve, és akkor elkezdette enni. Hát mondom, jó, hát ha így, akkor legyen így. Hát akkor beültem középre a szendvicsbe. Hát nem egy lányállom középen ülni a gépen. Viszont nagyon normális és kedves volt, mert végül is ő húzott ki a szarból, amikor megérkeztem Dublinba. Mert mondtam neki, hogy hát fogalmam sincs, hogy most hova menjek, hogy mit csinálják. Hát mondom, segítsen már, mondom, én 5 éve nem szólaltam meg angolul. Na, hát elég nehéz ez az egész. Na, persze ő ír hölgy volt, vagy ír hölgy, de hát én nagyjából elmakogtam neki angolul, hogy mi a helyzet. Na hát akkor segített. És akkor így ketten ki tudtuk nyomozni, hogy honnan indul ez a busz. Na most hát ez a buszra el kell mondani, hogy felszálláskor megkérdezik, hogy mi van nálad. Hát mondom, egy háti táskám van. Hogy van-e nagy csomagom? Mondom, persze, hát azt leraktam oda alulra. Jó, akkor ez a háti tásket miért nem raktam oda? Hát mondom, most mi a baj abban, hogy fölhozom? Hát én nem fér el a lábamnál. Hát mondom, a főső rekeszbe fogom berakni. Hát jó, akkor rakjam. Hova megyek? Hát mondom, Castlebarnyba szeretnék eljutni. Azt mondja, 17 euró. Mondom, jó, hát akkor kifizetem. De hogy mi van a kezemben? Mondom, laptop táska. Hát ezt miért nem raktam fel alul, vagy miért nem raktam le alulra? Hát most tényleg nem tök mindegy, most a laptopot nem fogom bedobni a többi csomag közé. Na, mindegy, nem is lényeg, és na, nagy nehezen bevergődtem magamat hátra. Elindultunk, majd mentünk hát körülbelül egy órát, és utána úgy döntött a buszsofőr, hogy a Petroszt, és tehát a benzink után meg fogunk állni, és akkor tartunk egy 10 perces szünetet. Mindenki mehet egyen, igyon, mehet WC-re, kávézzon, tök mindegy, 10 percet adott. Hát jó, mint az Üvegtigris filmben, komolyan mondom, tehát csapatostul mindenki be a benzinkútra, tök jó. De mondom, elteszem egy órát, ha utaztunk körülbelül. Mellettem ült egy ír ember, nem jött vissza. Ott a senki földjén a benzinkúton valahol ott eltűnt, hogy hova, passz. Vártunk még 5 percet, utána becsukta az ajtót, azt eljöttünk. És így ott hagytuk. Na, szóval így indult ez a kifele jövetel. Hát kaptam egy 2006-os Scania-t, majd mutatok róla képet. Megkérdezték, hogy milyen kamiont szeretnék. Hát mondom, hogy ha lehet, akkor Scania-t. Bár tudom, hogy legdrágább kamion, meg mit tudom én, de majd mutatok képet, hogy miért vagyok Scania párti. Hát ő egy igen 2006-os Scania, hát kicsit le van szurkolva. De hát azt azért tudjuk, hogy az íreknél nem nagyon van munkáskesztyű. Ugye, meg ők nem szeretik. Ők kis sima kézzel szeretnek dolgozni, ugyanúgy a zsíros kábeleket úgy rakják föl, úgy csatolják le, utána ugyanúgy fogják meg a kormányt. De hát majd hónap leteszteljük, hogy milyennyire koszos az autó. Megmutogatom, hogy ez jobb kormányos autó, megmutatom, hogy milyen jobb oldalon ülni. Hát 5 éve nem ültem kamionba, ugye 2006-tól 2010-ig voltam itt kint az íreknél. Aztán hazamentem, mert leürítették otthon a bankszámlámat, az ex-em, mindegy, ebben nem megyünk bele. Úgyhogy most visszakényszerültem. Hát most megint vagy 2 napig nem fognak megelőzni, az biztos, de hát ez van. Na most egyelőre ennyit megyek, mert hullafáradt vagyok, és majd holnap majd megmutatom a többit is. Na majd jövök. Srácok! Eljött a nap, el kell kezdeni dolgozni, csak
még előtte letakarítjuk a kormányt. Hát... Szóval... Amit már mondtam nektek, hogy... Hát ez Írország, itt nem szeretik a munkáskesztyűt, nem is használják. Itt szabad kézzel kimegy, leakassza a pótkocsit, fölveszi az újat, a zsíros kábeleket, avval a kézzel fogdossák össze, és utána itt van az eredménye, hogy így néz ki a kamion. Hát ő egy 2004-es, amikor mondtam, hogy ettől ő már kicsit le van szurkolva. Úgyhogy a széket azt nem lehet fölemelni, az itt len van, le van süllyesztve, lent is marad. Na most nézd meg. Most így kell kinézni egy kamionnak. Hát a széket nem lehet fölemelni. A kaszni az... Nem is tudom, hogy lötyög rajta. Úgy kell visszalökni, hogyha a baloldali ajtót becsukja az ember, akkor maga az a záró rész alul a stand-up bezárna a fellépőt, azt nem zárja vissza, az kézzel kell visszalökni. Hú, hát nem egyszerű. De most mit lehet csinálni, most egyszer el kell kezdeni dolgozni, aztán majd lesz valami. Most nézzétek meg ezt. Vastagon áll rajta a szutyó. Oda mi. Ó, nagyon kemény. Na most elindulunk. Thank you.
300 méter után fordulj balra. Kassubléniben vagyunk, bent a városba. Itt az igazi western filmekben. Na ez a parkolás, ez itt teljesen normális. Ha itt a gyalogátkelő helyhez közeledik valaki, arra föl kell készülni, hogy azonnal bevágja a féket. Tehát nincs az, mint otthon nálunk, hogy most várni kell a gyalogátkelő helynél, mert nem engednek el. Vagy oda mész, azonnal bevágja a féket, hogy arra figyelni kell, hogy hátulról megtoljad. Ez is itt egy tök normális látvány. Háromszorosan túl van pakolva a pótkocsia. Na, a körforgalmokra meg annyit kell tudni, mielőtt belemegy az ember, és hogyha nem az első kijárón megy ki, akkor jobb oldalra kell indexelnie, tehát hogy ő továbbra is bennmarad a körforgalomban. Ha az első kijárón fog kimenni, akkor alapvetően egyből kirakja balra, és akkor kimegy az első kijáraton. Ez nagyon fontos, főleg az íreknél meg az angoloknál. Ha nem rakod ki jobb oldalra az irányjelzőt, és úgy mész bele a körforgalomba, hogy te nem fogsz kimenni az elsőn, csak a másodiknál vagy a harmadiknál, az hódszertség, hogy be fognak elég jönni és összetöröd. És akkor azt fogja mondani, mert te nem használtad az irányjelzőt. De nézd meg, itt előttünk is a két autó, egyből jobbra indexel. Tehát ők nem fognak kimenni az első kijárón. De ez nagyon fontos, erre nagyon oda kell figyelni.
megérkeztünk Kelszbe. Hát ez is hagy kívánni maga. Szóval... Szóval megérkeztünk Kelszbe. Hát ez is egy ilyen város. Azért a vezetési rutin az nincs meg, hát erre azért fel kell készülni, hogy itt életveszély ilyen helyeken közlekedni. Amint lehet mindig a legnagyobb utakra kimenni, vagy autópályára, hárma van. Hát ezekben az utakban, főleg itt ilyen kis városrészekben, hát ezek összejönnek, hát na mindegy is. El kéne nekünk kanyarodni jobbra. Itt van egy baloldalt parkoló autó, egy Volkswagen, egy piros elbetű van rárakva a hátuljára és a hátsó szélvédőre, ami azt jelenti, hogy nincsen jogosítványa a sofőrnek, és ezt most halál komolyan mondom. Nincs jogosítványa a sofőrnek, tehát ezzel jelzi azt, hogy neki nincsen, és neked figyelned kell rá. Azt a rendeletet hozták, amit ezek itt rendbe rakták a várost, hogy most már csak úgy vezethetnek jogosítvány nélkül, hogyha ül mellettük olyan ember, akinek van jogosítványa. De hát akkor is életveszélyesek. De hogy elnézem, azért itt is szépen elkoptak ezek a szocpolos autók, hogy most már itt is azért a felső kategóriára teszik a hangsúlyt. Ó, Isten, na tessék, itt van, figyeld! Új! Itt egy gyalogátkelő hely lenne lámpa nélkül, azonnal lelépne a gyalogos, és neki van elsőségem, tehát nem úgy, mint nálunk ott, hogy akkor hagy várjon. Abban a pillanatban bevágják a féket, mert azt át kell engedni. Na, vannak jó szabályok, amiket ugye el lehetne tőlük tanulni. Sárgán villog a lámpa, az nem azt jelenti, hogy kikapcsolták, most nem azt jelenti,
hogy akkor lehet menni, hanem azt, hogy felkészülés, hogy zöld következik, de ha nincsen gyalog átkelő helyen gyalogos, akkor elindulhatsz már. Fordulj jobbra. Akkor már el lehet indulni, tehát nem kell végigvárni a lámpának a teljes piros hosszát, hanem felkínálja a lehetőséget, hogy ha nincs senki, akkor átmehetsz. Ide sem lesz egyszerű bekanyarodni, mert hát szűk az út, nem férnek el a kocsik, és valahogy be kéne varázsolni oda a pótkocsit is, hát ami nem lesz egyszerű, hogyha ők nem... Kifogjuk a szaros kocsit, és ebben trágyázzák a földeket, mert esélyed nincs megelőzni. Van Isten, hogy elkanyarodik. Megint érkeztünk ide egy szép helyhez.
esélyed nincs az úton tartani az autót, vagyis a sávodban. Nézd meg, mindenki megy össze-vissza. És ugye, hogy így jövök itt kamionnal, úgy jönnek szembe is. Érkeztem a húsgyárba, ez lesz az első pótkocsi, amit fölveszünk, vagyis hát a második, de az nem volt rakott, tehát ez lesz a rakott pótkocsink, ebben kéne eljussunk Franciaországba. Na, beütöttem a címet, össze-vissza akar vinni a GPS, hát így nem lehet közlekedni se Angliába, se itt az éreknél. Próbáltam szerkeszteni, nézd csak ide. Tehát az első feladatát a GPS-nél már nem tudja ellátni. 130 ezer forintért ez a Becker, kimondottan kamionosoknak. Na, szóval akkor most ilyenkor, na, most őszintén. Tehát, hogyha most otthon lennék, simán visszavinném. És engem adják vissza, de azonnal a pénzemet. Na, bazd meg, itt van. Na, szép. 130 ezer forintos készülék, ezt csinálja. Amit vettem 60 ezer forintért, az kihúzott 6 évet ideként, 4-et ideként, és még 2-t otthon, és semmi baja nem volt. Semmi baja nem volt. Lehetett rajszögeket beszúrni, utakat megjelölni, útvonalat szerkeszteni, hogy én akarok, ez meg itt van, nesze neked. 130 ezer forintért egy fost nem ér. Egy fost nem ér. Na, tessék, már megint elállított a saját magát. Ah, nem, nem is mondok semmit.
Na, most be kéne állítsa, meg be tudtam nagy nehezen állítani egy szakaszt, hogy arra kerüljön, ne menjen arra, merre ő akar. Na, egy zászlót sikerült nagyjából berakni. Na, tessék, itt van. Egyszer nem lehet berakni még egyet, nem tudom még egy útszakaszt beállítani, hiába nyomok rá, akármit csinál, szakaszok. Most innen akarja, hogy töröljem kifele, tessék. Na, most... Hogy lehet emberi, hogy lehet ilyen sötét valaki, aki ezt megtervezte, de komolyan mondom, de tényleg... Tehát egy kamionos GPS, ahol nem lehet két pontot egymás után beállítani, most mindenáron a Dartfordi híd felé akar vinni, de a Dartfordi híd az fizetős, és egy cég nem fizeti ki, ezért kerülnöm kell, el kell menjek a gyűrűnek a másik oldalára. De nem lehet beállítani pointként, vagy második úti célként megadni, hogy én most erre szeretnék menni, rohagy meg, nem arra. Nem, azt nem lehet, tessék. Ne. Aki ezt a GPS-t megcsinálta, hát az egy seggfej volt. Ne, most nézd meg, most mit csinál, most... Aj, de komolyan, de tényleg mi olyan bonyolult, hogy valami értelmes dolgot megcsináljon már valaki, de tényleg bepontozom, ide teszem, erre megyek, adok még egy rajzszöget, ott megpontozom, arra megyek. Ez régi szar My Guide-on volt, 60 ezer forint, de fost nem ért. Na, nézd meg, meg is döglött az egész, 130 ezer forint, ha nem, mindjárt kivágom az ablakon, de komolyan, nézd meg, out of memory. Kilépett a memóriából, kész, megdöglött, ennyi. Nem képes megtervezni, bazd meg. Áh! Na. Áh, Istenem, bassz. Na, megpokoltunk. Most el kell mennünk. Franciaországba megyünk. McDonald's-nak a raktárába kell vinnünk a marhát. És a fagyasztott marha húst. Szóval a GPS-szel egyben eleget küzdöttem, ugye nem jutottam bele nevezőre. Kiderült, hogy egy nagy büdös szart nem ér 130 ezer forinté. Mindenki eldönti majd, hogy belefektet egy ilyenbe vagy nem. Én nem javaslom, az biztos. Dublinba.
Szóval felmegyünk Dublinba, és ott az N2-es út. Fordulj balra. Thank you. Na, hát akkor hagyd szóljon. Szóval felmegyünk az N2-es útra, Dublinnak a körgyűrűjéről lejövve, és ott lesz egy Lidl. Ez egy nagyon olcsó Lidl, hogyha erre fúj a szél a Fosországba, akkor oda be tudsz menni. De éjszakára nem tudsz Lidlbe parkolni, mert régen a gyerekek kaptak anyutól, aputól egy autót, és ott ralliztak bent a parkolóba. Bye-bye. És kitiltották az autókat is, meg a kamionokat is az éjszakai parkolásból, tehát már nem lehet parkolni. Ja, baszki, jobb kormány van. Na hát még ennyire szoknom kell. Ha a nappal tudsz csak bemenni, arra figyelj oda, hogy meg tudj fordulni, tehát véletlenül sem ennyibe, úgyhogy nem tudsz megfordulni, mert akkor estig ott fogsz maradni, ezt garantálom. Na, amíg föl nem megyünk a pályára, addig megmutatom az utat. Fordulj jobbra. Egyszerű emelkedőn fölfele. De csak hát nagyobban pakolva a kocsi. Nem bírja annyira. Kilbegenben vagyunk. Egyszerűen annyira meg van pakolva, hogy nem lehet teljes fokozatot lépni, mert muszáj felezve váltogatni, mert nem bírja. Pedig azt a Scaniák azért az erősek. Ó, de ügyes vagy. 300 méter után fordulj jobbra. Mindig lassan, mert ezek olyan, mint a birkák, egyből neked mennek. Mindig nagyon lassan. Túlmornak fogunk menni, és előtte fölmegyünk a pályára.
van rakva az irányjelző, mert nem mentünk ki az elsőnél, viszont a másodiknál kimegyünk, úgyhogy ki is tesszük egyből az irányjelzőt. Hát itt ilyen házak vannak. Esküsznek rá az írek, hogy nagyon jó. 800 méter után körforgalom, bocs ki az első kijelentő. Nem nagyon szeretik ezt az emeletes építésű házakat. Itt véleményleg jobb oldalt most ez van, de nem rajonganak érte. Dublinba a hely hiány miatt ott 4-5 meg 5 emeletes házakat építenek, de az egész alapja a háznak körülbelül 15-20 négyzetméter, vagy talán max 30. Akkor az már elég jónak mutató, tehát itt toronyba építkeznek fölfele. Hát ezek itt a külvárosban azért 300 méter után körforgalom, bocs ki az első kihelyet. Azért jó, jobb lakni. Itt átlagban olyan 600-800 euró a lakásoknak a bérleti díja. Körforgalom, hát Dublinban elkéresik azt az 1200-at is simán. Na, voltam a Lidl-ben, bevásároltunk, megyünk hát Európába. Ugye, hát jó, ez is Európa, csak hát az írek nem tartják magukat annak. Na szóval, megyünk át Franciába, úgyhogy most bevásároltunk egy kis kaját. Hát ez így néz ki. Ja, még a szatyorban is van. Csak azért mutatom, hogy mire kell felkészülni, mert az írek eljátszák azt is, hogy persze, mennyi, csak egy hét múlva visszahozunk, vagy 3-4 nap múlva, vagy éppen ahogy esik, aztán véletlenül kint fogsz ragadni Európában, így 3-4 hétre, és akkor nem találsz vissza, akkor kaját meg nincsen. Azért itt írben még mindig nagyon olcsó a Lidl, mint hogyha Európába kéne megvenni. Ami nagyon jó, ez a sausage-nak hívják, hát ez ilyen, én nem is tudom megmondani, kolbászak, annak sem mondható, valamilyen disznóhússal töltött kolbászhoz hasonló valami gusztustalanság, viszont így nyersen meg lehet enni, mert én azt mondom rá, hogy finom. Ha megsütöd, az biztos, hogy kihányod. Tehát ez csak nyersen lehet megenni, az tényleg tudkó. Hát ilyen gépsonkának mondható, de hát tehát nem olyan, mint nálunk, hogy van benne 5 szelet, hanem nézzük, mennyi van benne, és ezt adja... Most nem akarok neked hazudni, de... Csak az a kíváncsiság kedvéért, hogy ennyire különbség otthon. Hát azt mondja, hogy... Na, nem is akar rá fókuszálni. Na. Hú. Húj. Várjál. Ez a hem, itt van. Azt mondja, hogy 1,59 € adja ezt a... Ez 400 gram sonka. Azt mondja, hát ez 300-400 forint. Hát... Mit mondjak, azért vetekszik az otthoni árakkal, csak Írországban vagyunk, ugye euróért dolgozunk, nem forintért. Úgyhogy egy kicsit szégyen az országra nézve. Már a miénkére sajnos. Aztán, na mindegy. Vettem még ilyen szószokat, ezeket meg lehet enni kenyérrel is, de főzhetsz hozzá tésztát. Spagettit szoktam kifőzni, ahhoz nagyon, nagyon finom, de én mondom, én kenyérrel is meg szoktam enni.
Általában egy ilyen kajálásra, hát hogyha nagyon éhesek, akkor bevágok egy ilyen üveget, de általában inkább csak a felét szoktam. Hát vettem sört csak azért, hogyha lebontanak agyilag teljesen, akkor valamivel eltompítsam magam, bár annyira nem. Találtam tejet, dobozos tejet, ami eláll, tehát ez ilyen tartós tej, 2016-6-12-ig eláll, úgyhogy ez bőven elfér itt a kamionban 70 fokba. Aztán vettem egy kis nassot magamnak, már csak a jó kedvér. Ugye ezt már mondtam, különböző ízekbe vettem a szószt. Akkor vettem ilyen lepusztult kínai levest. Hát ebben is van mindenféle íz, és meg ne kérdezz, hogy milyenek vannak. Ez barbecue-s, és van marhás, meg miért tudom én, csirkés nincsen. Ezt az valahogy nem ismeri. Is barbecue. De hát ez valami fink pénzért adják. Nem is tudom, mi ennek a neve. Instant, valami. Instant, igen. 20 centért adja. Tehát potom összeg még mindig olcsóbb, mintha otthon venném meg. És vettem tejfölt. Hát ez enélkül első jövök. Tehát ennek a szavatossági ideje, hogyha nincs hűtőd, akkor egy nap. És megdöglött. Ha most jön a tél, akkor ki lehet pakolni oda a fellépőre, akkor kicsit meg tud fagyni, de az is nagyon jó. Ez 2015-9-28-ig jó, hogyha nem nyitom föl. Most 8-28 van. Tehát egy hónapos a szavatossága így fölbontatlanul. Úgyhogy ebből ilyenkor szoktam venni majdnem egy... De most nem, hát majdnem egy kartonra vettem, de nem volt teli. Egy kiló kenyeret vettem. Mennyibe kerül itt egy kiló kenyér? Jaj, igen, itt van. Azt mondja, hogy toast kenyér. Nem? Nem. Cornelberry. Na még ilyen. Itt azt mondja a nem, hülyeséget beszél. Na bakker. Igen, nem, várja. Bakker? Csak egyet vettem, vagy kettőt ütött be a kenyérből. Hát izgalmas, jó van. Luxor, nem? Pomegranate, nem? Hát igen, kettőt ütött be a kenyérből, de nem tudom miért. Hát én csak egyet vettem. Na mindegy. Szóval... Ahumban. Itt van. Na bár nem tudja hova. Hova van szarva, nem is érdekel. Vettem még egy ilyen nasnak egy ilyen... ilyen salátát, hát a mama az nagyon el tudja otthon találni, van ilyen különleges pora rá, hogy megveszi a zöldségeket, megcsinálja, és akkor valamivel leönti, leborítja, de hát az, na hát olyat csak otthon fogok enni. Ugye mindent megvettem, és mikor eljöttem, akkor döbbentem rá, hogy egy valamit nem vettem, innivalót, tehát vizet. Na hát a hülye agyammal, úgyhogy most összesen van egy flakon vizem az egész útra, úgyhogy a víz már le is vert. Hát a GPS-ről beszéltünk, de hát ez egy kalap fos nem ér. Mit akartam még? Hát a kamerát nem tudom, mert sajnos a kamera az is elélvezett, úgyhogy most azt is töltenem kell. Hát így néz ki a kocsi belülről. Hát egy kicsit le van szurkolva, de ide bepakoltam a kajáimat, kis villa. Az azt mondja, mama csomagunk ezeket. Kávé. Már hoztam egy ilyen lábast. Hát ez is már le van szurkolva. Na mindegy. Van itt. Ki a kakaópor? Azt mindenféleképpen vigyél az útra, hogyha már nincs is nassod, bár semmi, de akkor is még egy kis kakaót, hogyha leesik a cukrod, akkor az mindig legyen nálad. Bár láthatod, hogy nálam aztán már megint ez a kínai leves, ezt fog a sírba rakni.
itt van egy kávé, cukor, ezt az apukám hozta. Ezt megint a mama vette. Már az asszony. Még egy kínai szar. Ezeket nagyon el kell dugni, ezek ilyen víztartalékok. Hát ez meg az innivalóba való. Van egy ilyen kis hűtőm. Hát ezt csak úgy fér fel a repülőre, hogyha összenyomom, mert nem volt biztos, hogy tudok vásárolni. Hát úgy volt, hogy éjszaka, hogy este leszállok a repülőről, akkor utána jövök is a telepre, azt akkor mennem is kell. Tehát hál' Istennek nem mi történt. Egy vajat hoztam otthonról. Hát a hűtő is hagy kívánni maga után valamit, úgyhogy nem is mondok más semmit. Hoztam egy parasztkolbászt, két szálat. Meg a mama vett nekem egy rútéli szalámi. Úgyhogy ez a hűtőm. Bár sem, hát nem mindegy, nem sem sem. Hát ezt az ír, ezt letörte, ugye ezt nem lehet kinyitni, használhatatlan. Hát ideben meg aztán úgyse fogtok belátni, hogy még talán nappal, itt 1 millió darab kábel, ébresztőóra, mert nem tudok fölkelni simán a telefonra, mert már így egyszer elaludtam két hajót egymás után, hát nem voltak boldogok az írek, azt mondhatom. De hát ő kergetett 20 órán keresztül, úgyhogy nem lehetett megállni. Akkor külső Winchester, teli filmekkel. Akkor elektromos ciginek a töltői. Ez nagyon jó, ez a veri-beri, és úgy láttam, hogy a fele el is folyt menet közben, jól van. Ez nagyon jó. Ez a veri-beri, én nem fókuszál rá, kezd beszarni ez is. Na jó, van mindegy. Az elektromos cigiben nálam ez viszi a pálmát. Azt hiszem, hogy a kókuszos elélvezet. Jó van, ez is kifolyt. Bakker, tiszta szerint minden. Na hát, srácok, ez a hátránya, hogyha repülővel jöttök. Az előnye, hogy 2,5 óra alatt megtesztek 2500 kilométert. A hátrányom az, hogy minden összetörik. Na, ez a mama részlege, úgyhogy csomagolt nekem szappan, borotvát, fogkrémet dohányosoknak. Hát én nem dohányzom, csak elektromos cigit szívok, mindegy, ezt szeretem. Zsebkendő, van egy ilyen kis kemping gázpalackom, hogy vizet tudjak forralni, hát gáz az nincs benne, ezt majd valahol ott a Transmarkban, vagy valahol ott Franciában majd nézek. Szappan, dögivel, hát vettem egy hajvágó gépet, ez ilyen készletezés, hogy tudom mi ez, gyógyszer. Ugye hát a 4 év az engem is megviselt idekint anna, úgyhogy van éppen elég bajom. Hát úgy neki futásra így, mi az, hogy jó, a hajvágó gép, Na, akkor egyelőre ez itt ennyi, itt mi van? Ja, én csak mit örököltem az írtől. Van rendes grill sütőm, be kell szarni, 24 voltról megy. Hát ilyet hallok. Esküszöm, veszek egyszer egy grill sírkét, megpörgetjük. Na hát ez itt ilyen. Ahogy mutassam, hogy tudom. Hát ez itt a felső ágy. Majd világosban megmutatom nektek. Hát ez nagyobb ez az ágy, mint a lenti. Majdnem kétszer ott van a csomagom. Hát itt fönn meg már nagyon nem látunk semmit. Na mindegy. Hát úgyhogy ennyi a jobbkormányos kamion egyelőre. Aztán majd, hogyha a kamera életre kell, akkor majd még csinálunk filmeket. Na most mentem. Állunk föl a hajóra.
kis Feriz hajóval fogunk menni. Ezt az érek üzemeltetik. Ez annyival jó, hogy a nagy vihar esetén a Stena Line, ami előttünk van, az már nem megy ki. Az Irish Ferries akármilyen vihar van, akkor is kimegy. Azért vannak ám itt szép kamionok. Következünk.
motorosok. Kapcsoltam ki, csak egy ilyen, tudom, ilyen pauzéra raktam, hogy csak ilyen gyors kikapcsolás, de nem a teljes szerver leállásra. Most bekapcsoltam, aztán világáról nem tud. Úgy látom, hogy majd megint be kell neki ütni a címe. Úgyhogy ez egy iszonyatosan nagy rácseszés volt ez a GPS. Legalábbis itt az íreknél, az írpályán ez meg. GPS-ek százszor többet is.
még akkor is ki tudod belőle venni kupon benyomása nélkül. De ez akkor is egy biztosíték, hogy biztos, ami biztos. Ami nagyon fontos még, hogyha ide kerültök Írországba, egyik hajótársaság sem kéri, de a Irish Ferries-ről itt el szokták kérni a jegynek az utolsó részét, így azt ne tegyétek el a táskába, hogy ki ne dobjad a hajón, mert abból itt újra. Itt szoktak állni, vagy itt, vagy van egy ilyen bódi, hát hogy most benne ül, vagy nem, az úgy kiderül. Ott ül benne. Kisüssük a szemét? Ott van. Szívás, ugye, mert akkor megáll a sor, feltorlódnak mögötted, ha vannak, hát meg keresik az adatokat, úgyhogy hát nem egyszerű. Na szóval itt ér ki a kikötőből, és itt már vannak balra a házak, hát ezt az első házat már el is hagyjuk, be is betonozták az ablakokat is, ezt nem csodálom. Ugye körforgalomnál figyelünk, ne úgy, mint a lengyelek, hogy ész nélkül áthúzzuk mindenben a pótkocsit. Ami nagyon fontos, figyelni kell nagyon a táblát, itt nincs kitérő, de már ki van téve, jó van. Szóval egyből, hogy a kikötőből itt kijössz Halliheadbe, el kell menni egy jobbra, be ne menjél egyenesen a kisvárosba, mert és itt egy hatalmas nagy ívet kell adnod. Nem tudom, mennyiben lehet látni a műszerfalon. Egyébként még leviszed a lámpát, már nem egy nem egyen levitték különben ezt. Hát és itt van a város, most itt tönget egy naponta, Isten tudja, hogy mennyi kamion. Hát most így a hajóból ítélve, most kevesen vagyunk. De a címet azt nem tudod, hogy rohadnál meg. Jaj, micsoda szar ez a GPS-os. Hát veszek egy újat. Ezt eladom, ha valakinek kell, akkor nyugodtan szóljon, eladom. 130 év vettem, második napja dolgozik, de Európában biztos nagyon szuper, de itt ez egy fos nem. Veszünk 46 percet. Szóval a
az angol mindig meg szokta kérdezni, hogy miért csak 45? Hát mondom, miért baj a 45? Hát miért nem 46? Hát mondom, akkor legyen 46. Mindig 46-ot veszek ki. Az első időben nagyon nagy problémája volt, hogy ennyire sietek. Hát mondom, nem, hát csak haladnék. Na. Hát és nézzétek meg, mi van itt. Csihá. Toronyra figyelsz bal oldalt, nehogy seggbe lökjél. Ó, ez az igazi húgyos parkoló. Azért jövök át ide előre, mert 45-öt veszek ki, és a litván meg be volt függönyözve. Már ne basszak már ki vele. Hát ez így néz ki, ez 3 literes, ez a demizsom. 3 literbe adják a tejet, meg 2 literesben. 1 literesben csak ilyen dobozok vannak, ilyen dobozos tej, de az nem igazán jó. Na, amit tegnap istenítettem, ezt a... Na, most jönnek nekünk, mindjárt. Közben itt vagyok, hát majdnem nekünk jött, de sikerült neki nagy nehezen bejönni. Na szóval ez a kolbász, vagy én nem tudom minek mondható valami mocsing, hát ezt 5 év alatt úgy elrontották. Hát srácok, ez ehetetlen. Ez olyan rossz, fú, és 2 dobozzal vettem belőle. Hát, jó, na mindegy. Hát, nagyon rossz. Hát, meg kell enni. Megálltam, megnézem a hűtőt, ilyenkor mindig ellenőrzöm, hogy a hűtővel megyek, minden megálláskor, mivel hogy 0 fokon kell vinni a hús. Na most megnéztem, 8 fokot mutatott a pótkocsi, hát ennek nagyon fognak örülni majd odalent, hogy kiírta, hogy valami meghibásodása volt, ilyenkor nyomunk neki egy alarmkódot, kiírja, hogy 22, nyomunk neki egy C betűt, hogy kitöröljük, és újraindul a hűtő, és semmi problémája nincsen. Hát ez ilyenkor szar helyzet, főleg, hogyha most 4,5 órát most jöttünk, hát 4,5 órán keresztül
fog nem tudni, mikor hányt be a pótkocsinak a motorja, vagy a hűtő. Hát ez ilyen nem díjazzák, főleg hogyha fagyit hoznánk, mert hát ugyanez játszottuk el, amikor Portugálba pakoltam fagyit föl írve. Hogy ott is, amikor megérkeztem a céghez, akkor mondták, hogy jó, szuper, semmi gond, egy 3 óra múlva fognak rakodni, álljak ki a parkolóba, attól már a cégen belül, nyissam ki az ajtót, és majd szólnak. Nyissam ki az ajtót, igen, jó. Megnyitottam az ajtót, ott vártam 3 órát, majd jött egy kis hölgy, és neki hát tajtékozva őrjöngeni, hogy hát miért van nyitva az ajtóm? Hát mondom, az irodában mondták. Hát, hogy fagyit fogok vinni. Hát mondom, jó, igen, és akkor most mi a probléma? Hát mondom, jó, a hűtőm. De hogy elő kellett volna hűteni. Na, de mondom, a fagyit az alapon mínusz 25 fokon szállítjuk. Tehát 20 fokon már nem viszünk fagyit. Ez mit tudom én, ez lehet, hogy az európai szinten így van, vagy csak az írek találták ki. 25 fok, mínusz 25, afölé mehet, lehet mínusz 30 is, de 25 alá nem jöhet. Nem tudtam elképzelni, hogy miért ajnározik annyira, hogy jaj. Jó. Felálltam, bepakolták a fagyit, hát fölraktam a hűtőt mínusz 30-ra, folyamatosan menjen. Hát aztán kiderült, hogy a fagyi az mínusz 5 fokos volt. Tehát hát ezt szerintem azt nagyon nem ették meg odafönt senki. Ja, igen, le is vettem magam. Ugyanis nem hűtötték le jó. Na, az is itt van. Na, jövök. Haladunk lefele London felé. Mondom, megmutatom nektek, hogy Angliában ez is előfordul, sőt divattá vált, hogy a leálló sávot is használják egy különálló sávként. Na már most, hogyha beszélik a kocsi, akkor ugye nincs hol megállni. Ugye, mert ugye leálló sávot is rendes forgalmi sávnak használják, hát mint ahogy látjátok. Ezt a kamion éppen a leálló sávba előzött meg, holott lassabban megy, mint én, mégis visszaelőzött a leálló sávból. Hát nem tudom, hogy miért. Ezt meg lehetne tőle kérdezni. Tessék, itt jön a másik is mellettem. Nem mindjárt látni fogjátok. Tessék. Megy a leállósába. Ha nem is zavartatja magát, hogy ez nem arra van. Szóval, ha lerohad az autó Angliába, meg az íreknél, akkor nem szabad a kocsiban maradni. Ha bennmaradsz a kocsiban, megbüntetnek. Ha ott hagyod a kocsit, ahol van, át kell menni a szarlagkorláton kívül biztos távolságba, akkor semmi probléma. De ha a kocsiban maradsz, akkor zsebbe nyúlsz. Hát most ugye egyelőre így ezt akartam megmutatni. Aztán majd haladunk Londonba, majd akkor majd azt is. Itt van egy újabb példa. Jöttünk. Durván 40 kilométert, és ismét hó van. Az előbb, amikor kikapcsoltam a kamerát, utána jobb oldalt volt egy dugó, de ilyen 30 kilométeres, mert hogy bámultak minket, hogy hátrébb áll a pálya, na, most ők is álltak. És ez majd így fog játszadozni, hogy most itt mi állunk, ők mennek, most megyünk egy ilyen 5 kilométert, utána ők fognak ott állni, mert minket bámulnak. Tehát ilyen hatalmas nagy dugókra egyedül csak az angol képes, de még az ír sem. Ezt csak ők tudják. Valahogy erre van egy késztetésük. Erre is számolni kell, tehát akárhol megy az ember, azt lehet mondani, hogy 100 kilométert egy másfél óra alatt tud megtenni. Hát Angliában 100 kilométertől számolni kell minimum 2 órát. Mert egyszerűen nem lehet haladni. Remélem nem fog lemerülni a kamera. Már fölrakom valahogy gyorsabb ütembe, de megmutassam, hogy semmilyen baleset nincsen. Egyszerűen csak dugót csinálnak. Most jöttünk rá az M1-ről, jöttünk rá az M25-ösre. És haladunk a Heathrow felé.
majd az alsó gyűrűnél fogunk kijönni. És megyünk le a kikötőbe, Doverba. Itt az előttünk ez a nagyon szép figura viszi az ágyát, mivel nincs is semmi baj. Csak ahogy meglátta, hogy előzöm, rágyorsított. Visszajött nem mögé. Majd megint leszállt a gázról, ment 80-nal. Megint megpróbáltam megelőzni, megint rágyorsított. Én harmadikra már feladtam, úgyhogy ott megy előttem. Hát ez ilyenkor az ilyen dugó az én rémálom. Mert hogy túl vagyok rakodva szerintem, hogy biztos. Alig bírok elindulni. És az ilyen dugó. Föl kell váltogatni, főleg felezővel. Tehát nem egyszerű. Na íme, semmilyen baleset nincsen, ezzel csak megindul a pálya és kész. Hát mondom, ilyenre csak az angol képes. Meg tudom előzni az ágyast.
Kösz. Kezdődik megint minden előről. Ó, de komoly. Sebességes. Szorzóval együtt 12. Amivel, hogy olyan könnyű a pótkocsi, hogy muszáj vagyok felezőt is használni. Azért, mire följátszom a 12-be, addigra megint megfogom a dobót. És kezdhetem előről az egészet. Gyönyörű nagy dugóról, majd jövök később. Hát eltelt körülbelül 40 perc, és 40 perc alatt sikerült jönnöm körülbelül 2 kilométert. Úgyhogy így, ez megint egy ilyen nagy megadugó. Hát nem tudom, lehet-e látni, hogy nagyjából, hogy ott mennek fel a dombon, ott is arra szólnak ugyanúgy. Hogy ezt szépen összehozták. Hát ez van. Hát remélem, itt is szakáznak az autópályán. Közben lemerült a kamera, de most sikerült feltöltenem. Sikerült kivergődni a londoni gyűrűből. Hatalmas nagy dugó volt. Most már eljöttem az M25-ről, rájöttünk az M26-ra, és most meg az M20-ason vagyok, és haladok Doverba. Nem fogjátok elhinni, hogy mit fogtam magamnak, egy nagy halakat a horgomra. Na, kitaláljátok? Nem? Na, megmutatom.
micsoda nagy halakat a horgomra, inkább lesz kivel tracsolnom a hajón. Már jó meg van pakolva ő is, már alig bír menni. De most már nem sokára beírünk. Most már nem akarom megelőzni. Hát remélem nem szivat meg és nem megy el a vonatra, ha már itt koslatok mögötte. Na majd Doverból jövök. Nyomja neki, nem állt meg, hát az irodát viszont nem hatotta meg,
Így beértem ide a kikötőbe, aztán a hülye hát megállt itt a parkolóba nézelődni. És szerencsém volt, mert bementem ide a bazárt megye lordjaihoz. Béla! Bajts ki az első kiállító. És szóltam nekik, hogy mi volt, aztán ó, ezek imádnak intézkedni, ó, hát olyan hatalom van a kezébe, ajaj. Aztán végül csak annyi sem, hogy felírta az adatait. Mi lett belőle, azt nem tudom. De engem jó nagy lepasszalítást kaptam. Franz! Hát mit stoppol? Hát itt a hajó, hát menjen fölre. Ezt 2006 óta túrják, fúrják ezt a kikötőt. Egy kilométer után. Négy éven keresztül mi nyomtuk, akkor is ezt csináltak. Állandóan kibolyáztak, nézd a marhát, nem tudja merre megy. Nem is erre kellett volna jönnie. Erre a lakókocsisok jönnek, meg a busz. És nézd meg a sok marha, hogy jön befele. Ó, bakker, és adatosul magyar. Mindegy, akkor nem szóltam semmit. Neki megbocsátjuk. Menjél arra egyenesen! Arra! Hogy... gyere a hídon, mikor feljössz a hídra, mindig a középsőbe, mert a szélső sávnál megszorulsz, mikor itt jössz le a hídról lefele, csak egy jó tanácsként mondom, és sokan állandóan ott megszorulnak, aztán meg kell várni, még az egész hajóból kimegy a sor. Milyen óra lett? Milyen óra kell menni? 300 méter után, fordulj jobbra. Ja, hát ezeket a szűk helyeket is azért, amik ezt kitalálta. Tényleg egyébként. Csak egy 20 centivel lett volna nagyobb, belehalt volna. Béla, menj be a vízbe!